Szeptember 12-én hol tart a szüret a kókborászatban? A korai fajtákat leszüreteltük. Irsait dolgoztunk fel az idejében elsőként. Eddig irsai feldolgozásával nem foglalkoztunk. Cserszegi fűszeresből előző évek évjáratokhoz képest jóval nagyobb mennyiséget készítettünk, de ennek az az oka, hogy egy nagyon jó technológiával, nagyon szép ültetvényeinkről évek óta kimagasló minőséget tudunk készíteni a cserszegi fűszeresből, és folyamatosan nő az értékesítésünk. A tavalyi évben is meghaladta a termelésünk, tehát több bort készítettem, mint előző évben. Mégsem lett elég, úgyhogy a cserszegi fűszeresből is nagyobb mennyiséget készítettünk. Gyakorlatilag a Chardonnay előtt a rozék közben vagyunk. Gyakorlatilag megkezdtük a rozé alapanyagok beszállítását, kékfrankost elsősorban, valamennyi minimális mennyiségű merlót, pinot noirt és cvegeltet dolgozunk fel, hogy a fő profilunk a kékfrankos rozé. Ebből is szeretnénk az előző évek mennyiségének körülbelül másfél-kétszeresét feldolgozni. Milyennek ígérkezik az idei évjárat? Egyáltalán mi alapján lehet egy évjáratot minősíteni? Gondolom hozzá tartozik ehhez némiképpen a mennyiség is, de még inkább a szőlő minősége. Elsősorban az évjáratokat a minőségi bort készítő borászok a minőség alapján értékelik. Eddig az évjárat jónak mondható, de ugye ez a jóság ez mindig viszonylagos, hisz nagyban függ attól, hogy kinek hol van a szőlőültetvénye, és a lokális helyi csapadék viszonyok és az éghajlati viszonyok éppen milyenek. Azt gondolom, hogy egy évjárat, hogy jó vagy nem jó, általánosságban is gyakran elmondható, de sokkal inkább speciálisan értelmezhető. Ugye a hajósbai borvidéken jellemző, hogy kimagasló, jó minőségek a talajok, és nagyon jó a vízgazdálkodás. Ez az idei évben tapasztalt nagy nyári szárazság az itteni ültetvényeket kevésbé károsította, mint az országban más borvidékeken. Így elmondhatjuk, hogy az ország egyéb borvidékeihez képest vélhetőleg a hajósbaján termett szőlőkből jobb borok fognak készülni idejében. És hát eddigi csapadék és napsütés viszonyok alapján elmondható, hogy a korai fajták, irsai, cserszegi és a rozé alapok kiváló minőségűek. A későn érő fajták is úgy tűnik, hogy jó minőséget fognak adni, de nagyban függ a valódi végleges minőség attól, hogy a közel múltban és ezután elkövetkező időkben milyen csapadék és éghajlati viszonyok várhatóak. Mert egy száraz, kellemes őszi idő érkezik, akkor a késői fajták is kiváló minőséget fognak adni. Amennyiben viszont netán egy nagyon esős, nagyon hűvös, csapadékos ősz vár ránk, akkor ugye fennáll a rothadás veszélye, és annak a veszélye, hogy a késői fajták nem érnek be megfelelő minőségben. A nagy nyári forróság milyen hatással volt a szőlőre? Azt szokták mondani, hogy nem túl szerencsés, mert árt a savaknak. Azokon a termő területeken, ahol kicsit szárazabbak a talajok, rosszabb a vízgazdálkodás, értem ez alatt például lejtős területek, vagy rosszabb talajminőségű területek, ott a nagy meleg és a nagy szárazság vízgazdálkodási zavarokat okozott a szőlőkbe, és ez a vízhiány, ugye ez negatívat ott a bor minőségére. Ugye Hajósbaja ilyen szempontból kiváltságos helyzetben vagyunk, hisz a sík és jó minőségű talajokon a kevés eső és a hirtelen lezódoló csapadék sem folyik el a területről, és a nagyon magas lősz és agyagtartalom miatt a talaj nagyon jó a nedvmegtartó képessége, úgyhogy itt a mi borvidékünkön nem jellemző az aszálykár, nagyon jó minőségek lettek szerintem a szőlők. Nagyjából mikor és milyen fajtával zárjátok az idei szüretet? A nagy tömegű Cabernet Sauvignon szoktam szüretelni. Idejében is kiváló a minőség. Azt október végén szoktuk szüretelni, de ugye természetesen, mivel készítünk jégbort és snowvine-t, mondjuk snowvine-t minden évben készítek, így azt általában november elején szoktuk leszüretelni a Snow Wine alapját, de úgy a nagy, az egy kisebb mennyiség, az igazán nagy tömeget azt október végén be szoktuk fejezni.
Van-e olyan esetleg új fajta, amit az idén születeltek először? Mint már említettem, idejében először hirsai olivér fajtából is készítünk bort. Eddig azért nem készítettem, mert saját ültetvényem nincs, és nem láttam olyan megbízható szőlőtermelői hátteret, ahonnan nagy biztonsággal meg tudnám vásárolni a szőlő alapanyagot, hisz ha a terméket egyszer elkezdem készíteni és bevezetem a piacra, akkor azt gondolom, hogy minden évben kell majd készítenem. Az egyik jelentős szőlőtermelő partnerem nagyobb területet telepített, ami idén kezdett teremni, egy szűzterméssel, aminek kiváló volt a minősége. Itt Hajósbaján, és így megkezdtük az írsai olivér boron készítését, és hát részbe jó hír, részbe rossz hír, hogy gyakorlatilag el is adtuk a teljes megtermelt mennyiséget, gyakorlatilag váltatlanba lekötötték mind a 30 ezer palackot. Mondhatni, ez az utolsó hír is beleillik abba a sorba, ami az utóbbi időszakban, hónapokban, években jellemzi a kókborászatot. Ezen kívül mik még a legemlítésre méltóbb, legfontosabb hírek, események, amikre a leginkább büszkék vagytok? Számtalan borversenyen diadalmaskodtunk idejében, talán még többen, mint eddig időszakban. Kadarkát 2011-ben készítettem először, a 2011-es kadarkám a idei nemzetközi kadarka versenyen sampion lett, majd rá talán egy-két hónapra a kadarka szalon meghívásos kadarka versenyen pedig a 12-es kadarkám lett sampion. Ez óriási szakmai siker, hisz határon túlról is itt voltak a borász kollégák, a Kárpát-medence szinte összes kadarka készítő borászata megjelent a két borversenyen, és gyakorlatilag mind a két évjáratommal, mind a két borversenyen diadalmaskodtam. Volt egy nemzetközi borverseny villányban, egy horvát-magyar, ott is a legjobb magyar és a legjobb vörösbor kategóriát elnyertem, és tényleg számtalan borversenyen nyertünk, ami talán egy aktuális hír, és büszke vagyok rá, a pécsi borozó tesztjén, amíg forgalomba nem került Csanád küvém magasan tesztgyőztes lett 92 ponttal, második helyezett pedig a villányi 11-es prémium vörösborom lett, úgyhogy ez a dupla siker most a legújabb sikereink között. De a világ és egyházi borok versenyén külön díjat kaptunk, és sorolhatnám, el sem tudom mondani, hogy a idejében hány olyan borverseny volt, ahol minimum aranyérmeket, vagy netán sampiont, vagy egyéb nagy aranyokat kaptunk. Ahol nem nagyon szoktunk indulni régebben, a Vinagora nemzetközi borversenyen, ott a Hajósbajai késői sardonénk aranyérmes lett, a forgalmi Koch prémium sardonénk ezüstérmes, a villányi Cabernet Sauvignon szintén ezüstérmes, és a Vinagora ugye a világ öt legrangosabb borversenye közt tartatik számon. Már csak a párhuzam okán is a neved elsősorban a kokborászattal ford össze, pedig van egy másik szintén sikeres pincészeted villányban. Mi az oka annak, hogy ez egy kicsit háttérbe szorul? Úgy gondolom, nem szorul háttérbe a villányi borászatunk sem. Ott egy szűkebb fajta sorral dolgozunk, tehát négyféle termékünk van jelenleg is. Ugye a Csanád küvé az ötödik, ami nincs még forgalomba, míg Hajósbaján közel 20 féle terméken van. És ugye a könnyű fehérboroktól a nagyvörös borokig mindent készítünk Hajósbaján, villányba pedig főleg vörösbort és egy rozét készítünk. Azzal is, mint mondtam, számtalan sikert értünk el, de talán a hajósbai borok sokféleségük miatt talán közismertebbek.